Ennek a rusnyaságnak mindez eddig tényleg nem tudtam, hogy teljesen mindegy, csak lehessen enni, valamit tönkretenni. Tehát ez bagoly, moly, tok, lepke, hernyója. Bármi mindig nem tudom, hogy előbb lesz a hernyó, utána a lepke, vagy fordítva. Ez majdnem nekem olyan, mint a tojás meg a tyúk verziója, hogy ki tudja, hogy melyik volt előbb. De ez maga borzasztó, tehát ezt 2 nappal, 3 nappal ezelőtt hoztam be, ezt a paradicsomot, hogy meg még esszük. És mivel ebben a műanyag edénykében volt, föl se tűnt, hogy valami baja lehet, de akkor nem látszott rajta. Most viszont föl tűnt, hogy valami nincs rendben, megemeltem a paradicsomot, és ez a rusnya állat, ez a semmivel össze nem hasonlítható förtelem, ez tevékenykedett, barbárködött benne. Tehát, hogy aztán, hogy a többi mellette lévő paradicsomma is, hogy mit csinált, azért legyen itt. Tehát ez majdnem olyan, mint egy horror verzió. Tehát ez borzasztó. Tehát nem. Tehát én most is azt mondom, hogy igen. Tehát ezek a lepkék jöttek, dögive, akkor még nekem majdnem szimpatikus is volt, hogy hú de sokan vannak, meg hú de szépek. Na, akkor kellett volna este összekapkodni őket, hát idézőjelbe. És most, hát igen, tehát ha megnézem például fügének a leveleit, azt nem ezette még, az biztos. Az egy ilyen kis szőrös förtelem, az valamikor, nem is tudom, valaki emlékszik én még rá, hogy az akác fák, amikor voltak, hogy annyi volt rajtuk ez a szőrös hernyó, hogy fölmásztak a far is, és söprővel kellett lesöpörni őket. Bocs.